A Mitsubishi Kite öltöző, de Wetwalking Spisutó tá. Legkisebb autóját, az A-osztályt, ami nem csak a mérete miatt volt különleges, hanem amiatt is, hogy az volt a Merci első fronthajtásos, vagyis első kerékmeghajtásos autója, és ugyancsak ő volt a világ első úgynevezett szendvic. Taluik, Mathsmat, Castro, Sankuta, Isaac Nolaius. És hogy ebből a bizonyos karácsonyi készülődésből ki hogyan veszi ki a részét, hát mindjárt meg is látjuk. Ugye a játék talán már ismeretes azok számára, akik az előző hetekben láttak bennünket, nézték a műsort. A lényeg, hogy a merítő háló segítségével egy ajándékot ki tudjanak venni a kis ajándéktartóból, majd a gumicsónakosok elérjenek ide a középső sávig. Itt át kell adni ugye a tutajosoknak a játékot, vagy ezt az ajándékot, és a tutajosok feladata az, hogy elevezzenek egészen a túlpartra, mégpedig a karácsonyfához, ahol már csak be kell csomagolni egy dobozzal, egy doboz segítségével, be kell csomagolni az ajándékot, és betenni a fa alá. A játéknak akkor van vége, ha mind az összes ajándék ott van a fa alatt, és az egyik kis nebuló feláll, és az utolsó ajándékot föltartja a magasba. Hát egyelőre Kiskun Halas és Eger csapata talán meg tud birkózni egymással. Egy kicsit most a türkiszkék vagy türkiszöld Kiskun Halasiak eltaktikázták magukat. Eger följött így az első helyre, de szorosan jönnek a lila nagykőrösiek, szorosan a nyomukban. Tehát az első három csapat megvan. Két részre szakadt a mezőny, a másik három, a citromsárga, a piros és a fehér csapat egy picit megpróbálja fölvenni a tempót a többiekkel. Közben a türkiz Kiskun Halasi iskolásoknak rettenetesen jól alakult a második ajándékszállítás, mert már is a második ajándékukkal hasítják a habokat. Mennek az egriek szorosan a nyomukban, jönnek a nagykőrösiek is, még mindig a harmadik helyen. Görög Zita megpróbálja a makóiakat valahogyan instruálni a partról. Nincs könnyű helyzetben Zita sem, de a többiek sem. Kicsit orrnehéz a hajójuk, a tutajuk. Vigyázni kell, nehogy beboruljanak a vízbe. A türkisz Kiskun Halasi csapat nagyon elkapta ezt a vizes játékot. Sajnos a fehér dunavecseiek, Csabikám, kapd össze magad, nem állnak valami fényesen, de a citromsárga budaörsiek sem büszkélkedhetnek. Jönnek a nagykőrösiek lilában, hát ha jönnek, az most még talán egy picit erős kifejezés, de próbálkoznak jönni, mondjuk így. Kökény Bea és Martinek Jani pedig rettenetesen figyeli a pályát, hogy minden hiba nélkül zajlódjék. Jönnek az egriek, megint van egy lasztiuk, vihetik lapátostól, tutajostól. Úgy látom, hogy megindulni ebben a tutajjal, az a nehéz, aztán utána már azért úgy mennek. Ha elkapják a ritmust a játékosok, akkor azért megindul a kis csónak. Megérkezett a nagykőrösiek utolsó ajándéka, meg kell fordulni a tutajon, és lehet visszarongyolni. Visszalapátolni. Borzasztóan izgul mindenki a saját csapatáért, csapattagjaiért. Na ki hogy áll, gyerekek? Eger leiskolázta a mezőnyt. Hihetetlen, hogy hogy csinálták. Le voltak majdnem egy teljes ajándékkal maradva. És mégis megmutatták a világnak. Nem hiába vannak itt harmadszor. A tapasztalat lehet, hogy sokat számít ebben a játékban is. Megérkeztek a lila nagykőrösiek, akik szintén iskolát mutattak a Kiskun Halasiaknak. Sőt, a Kiskun Halasiak valamit nagyon elteketóriáztak, sajnos dühösek is, ütik a vizet, még jó, hogy a vizet és nem egymást, mert a citromsárga budaörsi csapat is hamarabb ért be, mint ők, pedig torony magasan vezették ezt a mezőnyt. Az ajándékok elfogytak, megérkezett Dunavecse, de már egy lépéssel hamarabb állt föl a pénzőfordulóval.
Az összeszokottság bizony az egyik legnagyobb fegyver a csapatsportban. De itt a nagybajban az sem árt, ha gyorsak is a versenyzők. A szekszárdiak vezérszurkolójának egészen biztosan nagyon gyors keze van. És jövő hét vasárnap délelőtt újra itt a TV2-n, újra innen Kecskemétről. Az új élményfürdőből jelentkezünk, és egy újabb szenzációs hétvégét láthatnak szenzációs játékokkal, nagyon aranyos csapattagokkal, és kitartó, kőkemény küzdelmekkel és munkával. Úgyhogy remélem, hogy addig, ha esetleg információra van szükségük, felszaladnak az internetre, a tv2.hu/nagybagy oldalra, vagy ha esetleg e-mailt szeretnének írni, megjegyzéssel, észrevétellel kapcsolatban, vagy meg szeretnék dicsérni a műsort, vagy a házigazdát, uram, vagy az összes csapatkapitány, ezt is megtehetik. Egyébként pedig várjuk Önöket nagy szeretettel jövő hét vasárnap délelőtt is innen Kecskemétről, a TV2-n. Legyenek nagyok, vagy tudják mit? Legyenek inkább a legnagyobbak. Viszlát! A veszélytállóak, a tumulisik nászák, kakáisztin. A mészó főtállóak az oszam nászák, oszam majkvészó kalatpó. A mészó tálóak a vuszkuszpót. A játékok a fummertésőtőte ki. A mészotállóak az ávoltesztő kapszula. A mészotállóak a pükfőtőmi utekamorepet. A mészóeszőkéte ötösőte a szaszkolótópiszotóta. Papelkis jöma, alaká! A tojást érdemes tényleg jó alaposan felhabosítani. Ez alapvetően egy elég tömör állagú torta sütemény lesz, hiszen azért a darált, mandula, a durvára vágott törökfogyó, a kókuszreszelék, hogy ez mind viszonylag olyan nehézé teszi. A mészotállóak a kóvászknokó. A több mit tesszük, veszoltászat milyen kiszik biotermékek. A kiszúrló a ktöme, az autószín pekneké, a futemeké ktöme. És a kertészete a kőeszváltászat, tekno velük. A mészotállóak a Metico Kft. A mészotállóak az új autiámék. A mészotállóak a ukini terméket kátóva a Metive Kft. Fiele kőeszön, még készett 12 orszó nem lót. A mészőeszőkéte ötösőte a Retro Crimps pisztotóta. A mészőeszét pisztotóta a Math Smart pisztotóta volatok.